Szent Kinga hárspája teszi teljesebbé a negyedik Béla parkot, mondta Erózsics Ferenc polgármester az ünnepélyes faültetésen. Az eseményen részt vett Keszthely testvértelepülésének Ószandecnek küldöttsége is, akiktől 2 évvel ezelőtt kapta a csemetét a város alapításának 770. évfordulójára. Úgy gondoltuk, hogy egy olyan ajándékról kellene gondoskodnunk, amelyik szimbolikus is. Ezért esett a választás Szent Kingára, aki városunk patrónusa. Annak idején kolostort alapított. Ez a legrégebben működő kolostor Lengyelországban. Az udvarán állt egy fa, amelyet még a legenda szerint Szent Kinga ültetett el. Azonban mielőtt kivágtuk, magukat gyűjtöttünk, melyekből csemeték lettek. Ez is az egyik közülük, mondta Jacek Lelek polgármester. Keszthelynek több lengyel testvér települése is van. Ószandeccel 2011-ben kötöttek megállapodást. Dr. Csébi Géza, tiszteletbeli lengyel konzul elmondta, a lengyel-magyar barátság több száz éves, amit továbbra is ápolni kell. Az ószandecciek vagy stariszoncsiak váltig állítják, ami igaz is, hogy az ő városukat egy magyar királylány alapította. És ez mind a mai napig élő hagyomány és valóság Lengyelországban. Így áldja meg és őrizze meg ezt a fát, az adományozót és városainkat, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az ültetésen áldást mondott el Zoltán atya. Mint hangsúlyozta, Szent Kinga és férje, Szemérmes Boreszláv fontos személyiségek a magyar és a lengyel történelemben egyaránt. Több 10 éves uralkodásuk alatt a hercegség területén templomokat, kolostorokat alapítottak, szegényekhez hajoltak le, tehát törődtek a rábízott néppel, és így a nép rendkívüli módon szerette Kingát. Kinga özvegységében visszavonul az Ószandeci kolostorba, ott is temetik el, és halál előtt az Ószandeci kolostornak vezetője is lesz. A negyedik Béla parkban található az Árpád vezér emlékére ültetett tölgyfa, és negyedik Béla, Szent Kinga édesapjának mellszobra is, így méltó helyet kapott ez a hársfa.